Sziasztok, Sajt vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, a képen pedig a Jetbone-nak a mini jamboxját láthatjátok, ami a gyártó legkisebb, hordozható, külső bluetooth-os hangszórója. Dobozt itt felül tudjuk kinyitni, itt láthatjuk magát a terméket, ami esetünkben egy ilyen kékszínű modell. Doboz aljában találjuk hozzá a kiegészítőket. Van nekünk itt egy ugyanilyen színű micro USB kábelünk, amivel majd utána fogjuk tudni tölteni ezt az eszközt. Illetve kapunk még hozzá egy jack-to-jack kábelt, amivel Bluetooth nélküli eszközeinket fogjuk tudni csatlakoztatni kábel segítségével. Továbbá találunk még itt a dobozba különböző leírásokat. Van itt nekünk egy safety guide. Továbbá egy kis felhasználói útmutató, amin láthatjuk, hogy a termék nem csak ebbe az egy színben elérhető, hanem igazából még 4-5 különböző színben. Amit érdemes még megfigyelnünk, hogy még ennek a kék színűnek ilyen mintázatot kapott az előlapja. Ez a különböző színek esetében eltérő lehet, amint azt itt a képen láthatjuk. Termék nagyon kicsi, kompakt, prémium kialakítású. Láthatjuk, hogy az egésznek a felületét teljesen fémmel vonták be, ami nem jellemző általában az ilyen külső hangszóróknál. Egyedül, aminél én ilyet láttam, az a Beats-nek a P-je volt, hogy az is tényleg az egész fémmel van körbe befedve. Általában jellemzőbb, hogy mi anyagborítást kapnak ezek az eszközök. Ha megnézzük a terméket, akkor itt láthatjuk, hogy kivágva mögötte találhatóak a hangszórók. A másik oldalon is ezt a mintát láthatjuk, annyi különbsége, hogy itt már nem kapunk kivágásokat a hangszóróknak. Terméket felülről megnézve találunk rajta egy hangerőszabályzó plusz-minusz gombot, illetve van nekünk még mellette egy play-pause gombunk, aminek a segítségével nem csak megállítani, illetve elindítani tudjuk a zenéket, hanem hogyha kétszer nyomjuk meg ezt a gombot, akkor a következő számra tudunk váltani, illetve hogyha háromszor, akkor pedig vissza tudunk menni az előző számhoz. Itt jobb oldalon láthatjuk legfelül a bekapcsoló gombot. Aminek a hosszú megnyomásával be is kapcsol a készülék. Alatta található egy Bluetooth gomb. Mini Jambox is in pairing mode, waiting to pair with your device. Amit, hogyha megnyomunk, akkor a termék pairing módba kerül, így fogunk majd tudni hozzá csatlakoztatni Bluetooth-os eszközöket. Alatta található egy kis mikrofon, amivel majd konferenciahívásokat tudunk csinálni, illetve alatta láthatjuk még a micro USB bemenetet, valamint a jack bemenetet. Beállítások Bluetooth menüpont alatt hozzá tudjuk csatlakoztatni a készülékeinket. Én már korábban csatlakoztattam az eszközt, azért nem kell ezt újra megtennem, hanem automatikusan csatlakozott hozzá. És akkor nézzük meg, hogy hogy szól a készülék. Ez lett volna a max hangerő, amit hallhattatok. Nem a leghangosabb külső hangszóró, amivel valaha találkoztam, de nagyon szép hangzása van, nagyon szép hangja van. Főleg, hogyha megnézzük a termék méreteit, hogy milyen kompakt, ahhoz képest viszonyítva igazából nagyon jól szól. Amit még érdemes lehet erről tudni, hogy a bekapcsoló gombot megnyomva battery is about 90%. Meg tudjuk, megmondja a készülék, hogy hány százalékon áll az akkumulátor, ami nagyon hasznos funkció. És tartozik ehhez a készülékhez egy alkalmazás is,
ami elérhető a Google Play-en, illetve az iOS App Store-ban. Itt látható maga az alkalmazás, ami felismeri a készülékünket. Itt is láthatjuk, hogy mutatja, hogy 90%-on van az akkumulátora. Továbbá meg tudjuk azt nézni, hogy milyen billentyű kombinációk elérhetőek, valamint hangkeresés. Továbbá, ami még hasznos lehet, hogy különböző hangokat tudunk választani, ami meg fog majd szólalni a készülék. Ez az alap originál. I'll tell you how much battery life is left by saying, battery is about half full. When people call, you'll hear, call from. Download this audio app and become part of the family. You'll hear things like, battery's about half full. Hey, I'm half full. Meg tudjuk hallgatni az összes különböző hangot, 19 van nekünk jelenleg elérhető. Az a baj, hogy sajnos nem tudjuk innen beállítani, szóval nem tudjuk egyszerűen kiválasztani, hogy most melyik hangon szólaljon meg a készülékünk, hanem hogyha telepíteni akarjuk rá ezeket a különböző hangokat, akkor itt, hogyha rámegyünk, láthatjuk, hogy kábel segítségével csatlakoztatni kell egy számítógéphez az eszközt, és akkor úgy tudjuk majd rámásolni ezeket a különböző hangokat. De tényleg rengeteg különböző fajta hang van nekünk itt elérhető. Mindenki kiválaszthatja a számára a legmegfelelőbben. I am the rogue. When I start up, you'll hear things like, I am ready for my assignment. I'll tell you how much battery left. Ez lett volna tehát a Jeff Bone-nak a mini jamboxja. Svet Zsolt voltam, a Tech 2-t néztétek, kövessétek minket továbbra is. Sziasztok!